Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. Én Vince Réka vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Városi nőnap. Hölgyekkel telt meg a sportcsarnok. Röplabda verseny. Diákok méretették meg magukat. A dunamenti svábok örökségéről nyílt kiállítás. Eredményes beruházás. Új parkolóhelyeket alakítottak ki a bonyhádiaknak. Interaktív táblák, kreatív dizájn. Felújítások a Perccel Technikumban. A Bonyhádi Városi Nőnapon a hölgyeket Potápi Árpád János, miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője és Szabó Tibor alpolgármester köszöntötte. A program során Király Viktor és zenekara lépett a színpadra. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében azt mondta, nagy öröm számára, hogy egyszer ennyi hölgyet ünnepelhet. Külön megköszönte Filoné Ferenc Ibolya polgármesterasszony munkáját, aki a város által szervezett valamennyi eseményhez rendezvényez, hasonlóan a március 8-ai program sikeréért is sokat dolgozott, virágcsokorral is kedveskedett a polgármesternek. Nőnap alkalmával vagyunk itt, ez nálunk a városunkban, a mi kedves Bonyhádi városunkban, ez már hosszú évek óta szokás. Korábban a művelődési központban tartottuk a ünnepséget, csak úgy tűnt, hogy a sokkal nagyobb igény van rá, úgyhogy most már talán harmadik éve, nem vagyok biztos benne, a városi sportcsarnokba rendezzük meg, ahol hát mintegy 700 hölgyet várunk. Tele lesz a lelátó, tele lesz az aréna, és egy neves művész, Király Viktor fog énekelni ma este nekünk. Az összes jelenlévő hölgy vendég virágot is kapott a koncert után. Ahogy most már hosszú évek óta én fogom köszönteni a hölgyeket, de ma meglepetésként államtitkár úr is el fog jönni, és ő is köszönteni fogja szintén a hölgyeket. Minden férfinak szerintem ez jár a fejében. A nők azok, akik rendet tesznek, szelídséget hoznak egy családba. A nők adják a gyermekeinket, a nők gyakorlatilag a kisgyermekkortól a felnőttig, a nagymamáig, a dédnagymamáig a legfontosabb szereplői egy családnak. Ők a kovásza, ők tartják össze a családot. Etus nénit, aki a rendezvény legidősebb résztvevője volt, vagy ahogy elhangzott, a legrégebb óta fiatalt, Szabó Tibor alpolgármester külön köszöntötte egy csokor virággal. A Széchenyi István általános iskolában tartották meg a röplabda diákolimpia fiú és lány kategóriában a vármegyei döntőt. Az intézmény vezetője elmondta, az iskolában a diákok több sporták közül választhatnak. Iskolánkban nagyon nagy hagyománya van a sportnak, emelt szintű testnevelés zajlik nálunk évtizedek óta. Ez azt jelenti, hogy az emelt szintű testnevelésben résztvevő tanulók azok magasabb követelményeknek felelnek meg, versenyzési lehetőségük van, és szakképzett felsős pedagógusok foglalkoznak velük. Szerencsére el tudom mondani, hogy nem csak lehetőség van a sportolásra, hanem szép eredményekkel is rendelkezünk. Alapvetően az atlétikát, illetve az úszást szeretném kiemelni. Mind a kettőben nem csak városi, megyei, de országos eredményekkel is büszkélkedhetünk, sőt bajnoki címekkel is. Nagy büszkeségünk, hogy a tanulóink elsőtől kezdve 7. osztályig részt vehetnek úszásoktatáson, illetve a diákolimpiai versenyeken is részt vesznek. Nem csak, hogy részt vesznek, hanem itt nálunk szokott a városi döntő lezajlani, illetve sokszor a megyei döntő is nálunk van, és szintén országos sikereket tudunk elérni. De ezen kívül sorolhatnám még a röplabdát. Ennek az egyik bizonyítéka a mai nap a röplabda diák olimpia vármegyei döntőjére iskolánkban kerül sor. Fiú és lány kategóriában, harmadik korcsoportban 5-5 csapat vesz részt. Érkeztek hozzánk Dombóvártól kezdve Tolnáig, és természetesen mi, mint rendező csapat vagyunk itt, úgyhogy reménykedünk abban, hogy szép sikereket fogunk elérni, de talán ki tudom emelni még a kosárlabdát is.
ahol kosárpolánták sorozatban, Pécsen is legutolsó sorozatban első helyezést értek el tanulóink. Ezen kívül nyilván a futball, futszal sportágokban is szoktunk indulni, és ott is szép eredményeket érünk el. Én azt gondolom, hogy a sportnak van egy személyiségformáló hatása, és mi arra törekszünk, hogy ezt kihasználjuk, és beleépítsük a gyerekeknek a gondolkodásába. Fiúknál 3 csapat, lányoknál 4 csapat méreteti meg magát. A tét, az első csapatok automatikusan az országos elődöntőbe jutnak, a második helyezett csapatoknak lehetősége van egy országos selejtezőn részt venni. Dunaföldvárról érkeztek csapatok, Dombóvárról, Bonyhádról, 2 csapat is jött a lány vonalon, 1 csapat a fiúk vonalán. Szabályok az mini röplabdázásnak a szabályai, annyi, hogy első szettet 1-4-esnek kell játszani, a második szettet a következő 4-esnek, míg a harmadik szettben pedig bárki játszhat. A megyeit megelőzően egy város-város környéki selejtezőket kellett lebonyolítani. Az idei tanévben változott meg először úgy ez a rendszer, hogy több helyszínen kellett 3 fordulós selejtezőket játszani. Eddig csak 1 fordulósak voltak a városi selejtezők, most 3 forduló, és a 3 forduló alapján kikerült győztes, illetve volt a lánycsapatoknál a második helyezett csapat is jogosultságot nyert ide erre a mai megyei döntőre. A magasabb színvonalat a lányröplabda képviselte itt a látottak alapján. Azt tudom mondani, hogy itt azért főleg már iskolai röplabdával már nem lehet megjelenni, főleg a mai röplabdázás terén, ahol egyesületek alakultak a röplabdázásra, úgyhogy itt is Bonyhádon is, a mi iskolánkban is folyik röplabdaképzés, ez a Petőfi gimnáziumban is van képzés, illetve egyesület. Én úgy gondolom, hogy akik színvonalas röplabdát tudnak játszani, meg akarnak, azoknak már heti külön edzéseken kell részt venni. A Bonyhádi Művelődési Házban egy megnyitóval 2 tárlat nyílt meg. A kiállítás résztvevőit Lón Zsuzsanna, a Bonnhader Nachrichten főszerkesztője köszöntötte beszédével, amely a Bonyhád újratelepítésének 300 éves évfordulója programsorozat egyik állomása. Ez egy kölcsönkiállítás, ami nagyon jó nekünk, mert ez bemutatja 19 táblán a magyarországi németek teljes történetét a 17. század elejétől, amikor is Németországból elindultak, és a világ legkülönbözőbb sarkaiba vándoroltak. Itt azokról van tehát szó, akik Magyarországra jöttek, egészen pontosan azokról, akik a sváb Törökországba jöttek, amely Dél-Magyarországon van a Dunántúlon, Tolna, Baranya és Somogy vármegyék területén, gyakorlatilag a kezdetektől számítva 300 évről van szó. A sváb Törökország elnevezés a németek szoros kötődését mutatja ahhoz a vidékhez, amelyet a 17. században Törökországnak hívtak. A magyar megnevezést fordították le németre, és tették hozzá a sváb jelzőt. 2 évvel ezelőtt ugyanúgy ünnepelt a 300. évfordulóját, mint most Bonyhád, amit szeretettel köszöntök minden bonyhádi embert, és minden olyat, aki ezt meg is ünnepli. A 9. generációs hajós és sváb származású alkotó elmondta, hogy az 50-es, 60-as években a magyarországi németek, svábok nem gyakorolhatták hagyományaikat és anyanyelvüket. Az életemet festettem meg tulajdonképpen. A gyermekkori valóságot, a 50-es, 60-as éveknek a sváb, hajósi sváb kultúráját. De amikor festek egy disznóvágást, és bocsásson meg, hogy egy pillanatra kitérek, vagy egy nyári cséplést, akkor vagy egy tánc motivumot, vagy koreográfiának egy kis apró szegletét, akkor elmondhatom azt, hogy ez tulajdonképpen az ország összes svábjának az eseményeit mutatja. Egy fonó is, ahogy már mondtam, egy cséplés,
meg sok más esemény. Tehát ezek mind olyanok, hogy ezek egyformán zajlottak ugyanabban az időben, az 50 és 60-as években. Tehát amiket elhoztam az hajós svábságának, az 50-es és 60-as évek kultúrája, de van egy-két személyes dolog is. Tehát a sváb család például. Tulajdonképpen használok fekete-fehér fotókat, de ez nem jellemző. Umenhofer Pál nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket a szokásokat megfesse, hiszen egy-egy kép többet mond ezer szónál. Nem volt szerencsés a sváb nyelvnek a gyakorlása, gondolom úgy hajósom, mint másut. Tehát az engem megrázott, és ezek nyomot hagynak az emberbe. Az anyukámmal, Kalocsám, ugye bőszoknyás néniként, kendős néniként, az anyukámmal egy kis 6 éves gyerek fogja a kezét az édesanyjának, ez én vagyok, és megyünk a főutcán, és az anyukám, mint ahogy otthon is, svábul megszólít, illetve beszél hozzám, és én svábul ő hozzá. Erre ott Kalocsán egy férfi azt mondja, Magyarországon vagyunk itt, nem beszélünk semmiféle sváb meg német nyelvet. Hát ez annyira nyomot hagyott bennem, annyira megrázott, hogy példátlan, komolyan. Hát szóval megalázni az anyámat. Tehát, és ez abszolút fölháborít engem, fölháborított. Most már túltettem magam. A jelenleg is kórházi kezelés alatt álló Umenhofer Pál a megnyitó alatt lett rosszul, és a mentők azonnal elszállították. Szerkesztőségünk mielőbbi teljes gyógyulást kíván. A több részből álló mozgó gyűjteményt az ulmi székhelyű Donau-Schwäbisches Museum, a Dunamenti Németek Központi Múzeuma bocsájtotta rendelkezésre, amelyben a bevándorlás, illetve a be- és letelepedés mozzanatait dolgozza fel. A teljes anyag március 28-áig tekinthető meg az intézmény emeleti kiállítótermében, ezt követően Horvátországban lesz látható. A Bonyhádi Önkormányzat által finanszírozott beruházásnak köszönhetően a Perccelkert 7 és 12-es számú tömbök közötti területen parkolóhelyeket építettek ki a lakosok számára. A parkoló felületrendezését zuzalékos burkolattal valósították meg, ezzel megőrizve a terület parkos, zöldövezetes jellegét. A Perccelkerti lakóövezet ez a 70-es években készült, akkor épültek ezek a tömbök, és nyilván akkor még nem volt ennyi autó, és gyakorlatilag itt a mögöttem lévő tömb előtt az utóbbi időben már felálltak az autók a zöld területre, és kitaposták a zöldet. Gyakorlatilag indokolt volt, hiszen nagyon sok autó van Bonyhádon, családoknál is gyakorlatilag most már sokszor három autó is van egy háztartásban, és az utóbbi időben nagyon sok energiát fordít az önkormányzat arra, hogy a parkolóhelyek számát növelje. És ugye lassan véget ér az önkormányzati ciklus, mögöttünk álló 4 évben a fáj lakótelepet részesítettük inkább előnyben, hiszen ott azért még több ember lakik, de látva az itt uralkodó helyzetet, ezt nem lehetett tovább halogatni. És nagyon örülünk neki, hogy itt az itt élőknek tudtunk ebben segíteni, és nyilván ez egy komfort érzet növelő fejlesztés gyakorlatilag, mert nagyon szép lett, és örülünk neki, hogy ebben tudtunk segíteni. Próbáltunk egy olyan megoldásra törekedni, ami hosszú távon is jó lehet az itt élőknek, és nyilván kapott egy burkolatot a parkolóhely. A legjobb természetesen egy térköves parkoló lett volna, de én azt gondolom, hogy ennek is nagyon örülnek a városlakók, és tényleg nagyon szép lett, nagyon jó a kivitelezés. Még vissza van a beruházásból, hogy itt a segítendő a parkolási rendet gyakorlatilag. Föl fogjuk festeni a fatkára a kis robátkákat, és akkor abban is segítünk, hogy nagyjából milyen parkolást képzelünk el itt, mert nem jó, hogyha nincs fölfestve, akkor vissza fognak beállni az itt lakók, szeretnénk ezt elkerülni. Ez egy 10 millió forintból elkészített beruházás volt, és amikor a képviselőtestület elfogadta a város 2021. évi költségvetését, akkor gyakorlatilag már következő héten indult a beruházás, úgyhogy nagyon gyorsan megvalósítottuk, de mondom,
szükség is volt rá, hiszen hatalmas igény volt az itt élők részéről ezt, hogy ezt rendezzük, ezt a fennálló helyzetet. A képviselő szerint a városban történő fejlesztéseket eredményesnek tartják a lakosok. Képviselő feladataink közé tartozik az, hogy felmérjük ezeket az igényeket, és mint ahogy az előbb is említettem, hogy tudtunk már erről a problémáról, hiszen járjuk a körzetet, és tudjuk azt, hogy milyen elvégezendő feladatok vannak. De ebben az a jó az önkormányzatiságban, hogy nagyon sok olyan ember van, aki segíti a mi munkánkat, és elmondja a jogos igényeit, és ebben mi próbálunk nekik segíteni. Szinte teljes felújításon esett át a Perzelmor Technikum épülete az elmúlt időszakban. A padlózat csak nem teljes cseréje megtörtént, de a tanítást és a tanulást segítő eszközök beszerzése és a fejlesztés részét képezik. Ennek keretében informatikai termeinket újítottuk meg, hogy modern, a kor színvonalának megfelelő számítógépekkel és számítógépes háttérberendezésekkel szereltük föl az informatika termeinket, valamint minden tanteremben, szaktanteremben érintőképernyős okostáblákkal segítjük oktatóink munkáját, illetve magát a tanulási folyamatot. A falakat valóban kreatívan színezték, minden emelet más színkódban pompázik, a testnevelő folyosó például sportágakról készült mintákkal gazdagodott. A felújítás természetesen nem csak a technikai berendezéseket érintette, hanem felújították az iskolának a padlózatát teljes mértékben az elmúlt nyáron, valamint a könyvtár bútorzatának megújítása is folyamatban van. Emellett a csupasz fehér falakat igyekeztünk motiváló, nagyon szép dizájnfestéssel is kiegészíteni, otthonosabbá tenni. A festések hát nagy részt a kollégák, illetve a diákok közösen végezték, bár volt olyan, ahova kimondottan dizájnfestő szakembert kértünk fel. Ezen túlmenően érkeztek hozzánk még új bútorok, ami a közösségi terekbe kerültek, ezzel is komfortosabbá téve a közösségi tereinket. A szakemberek mellett a diákok is kivették a részüket a munkából, többen festettek, az asztalos tanoncok ülőgarnitúrát készítettek raklapokból. Itt festettem a tanárnőkkel két napon, ilyen délutántól estig, mert úgy gondoltam, hogy szerepet kellene játszanom abban, hogy díszesebb legyen az iskolánk, a szürke hétköznapokban kicsit kiszínesíteni a fehér falakat, és igen, ezért voltam itt a tanárnőkkel. Még nincs azért kész minden, akad még olyan folyosó az épületben, amelynek a padlózatát a többihez kell igazítani, itt majd csak aztán kezdik el a festést. Hát én nagyon imádom, én amúgy is egy ilyen nagyon színes személyiségnek gondolom magam, és imádom, hogy megyek az emeleteken, és mindig más színek, és nagyon feldobja a napomat általában. Szinte mindenhol látni csocsót vagy pingpongasztalt, de az új bútorokat is rendszeresen kihasználják a diákok. Az iskolában festés volt, ugyanis szépítettük az iskolát, hogy minél szebb környezetben tudjunk tanulni és dolgozni, és ott lent a büfével szemben a falat mi festettük. Mindez a hétköznapokat könnyíti, hiszen sokkal fókuszáltabbak lehetnek a tanulók, ha kellemes környezetben tölthetik el a tanórák közti szünetekben felhalmozódó szabadidőt. Sokkal barátságosabb és sokkal jobb légkör van, sokkal jobb egy ilyen környezetbe bejönni. Igazán modern intézmény képét festi a technikum, a felújított eszközpark és a kreatív dekor mind-mind segítségül szolgál a minőségi oktatás eléréséhez. Önök a Tolnatej Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!